itt is megemlítették az angol kommentátorok, hogy a Nagy Viktor visszavonult, de hát úgy tűnik, hogy magyar válogatott nem lett kapusposzton gyengébb. Elképesztően védtél ma, egyébként más így vízbe szállni, hogy tudod, hogy te vagy az első számú kapus, mint amikor Nagy Viktor mögött második számú voltál? Először is örülök, hogy jó ezt hallani, hogy máshogy gondolják, és nyilván szeretném is azt a helyet betölteni, amit, meg azt a magabiztosságot, azt a stabilitását betölteni, amit Viktor betöltött itt az évek során. Más persze. Azt mondhatom most, hogy kicsit nagyobb felelősség is, de Fradiban is ezt átéltem pár éve egyszer, és akkor is inkább segített ez a plusz teher, mint hogy visszaugrott volna. Nagyon örülök, hogy az első olyan mérkőzésen, ahol kimondottan én vagyok a kezdőkapus, így tudtam teljesíteni. Még válogatott színekben sose szereztem meg ezt a remek kis kitüntetést. Külön öröm, hogy egy olyan személy van rajta, aki sajnos nem lehet megy, de óriási szerepet játszott a pályafutásomban és az életemben, és szerintem mindenkinek az életében. Azt tudtuk, hogy Montenegróval kétszer találkoztunk már idén. Kettő viszonylag könnyebb meccsünk volt a világligában, de tudtuk, hogy mai az teljesen más lesz. Jobban felkészültek voltak, és annak ellenére, hogy kevésbé tapasztalt játékosokban áll az a csapat, mert eléggé átsérült az olimpiai csapatokhoz képest. Fiatalok és nagyon motiváltak voltak, és ezt végig tudták vinni a mérkőzés folyamán. Még akkor is, amikor sok gól el tudtunk érni, akkor se adták föl. Úgyhogy ez tökéletes felkészülés is volt nekünk szerintem. És hát nyilván az egy plusz pozitívum, hogy viszonylag ilyen magabiztosan tudtunk menni. Mert Szamás azt mondta a világbajnokság előtt, hogy nagyon régóta vártál arra a lehetőségre, hogy egy világversenyen itt legyél a válogatottal megadatott. Milyen volt az első? Igen, és abszolút visszakaptam, amit vártam, elképesztő hangulatba telt. Azért nagyon izgultam az elején, amikor itt ki kellett állni a közönség elé, de utána, amikor beugrottunk és elkezdődött, akkor már minden elmúlt, és már csak a játékkal tudtam foglalkozni. Hát még nem nagyon fogtam fel, olyan nagy boldogság telt el engem, úgyhogy nagyon örülök neki. Ugye a hazai közönség előtt mindig jó játszani, még ennyi ember előtt nem játszottam, úgyhogy ez alapból egy plusz lökettet ad nekem, úgy ezen meg nem csak nekem, hanem a csapatnak. Úgyhogy nagyon örülök neki tényleg, és remélem, hogy az összes mérkőzésünkön teltház lesz, és a szurkolók így tudnak nekünk buzdítani. Személy szerint magam azért annyira nem vagyok elégedett, voltak hibáim, de úgy gondolom, hogy van elég időnk arra, hogy még jobban összekovácsolódjunk, és én is egy kicsit felvegyem ezt a ritmust. Aztán lőttél a végén egy gólt, azért az pluszt ad ehhez a győzelemben. Igen, az önbizalmamnak biztos, hogy jót tesz, hogy gólt tudtam szerezni. Nem elsősorban ugye a góllövés a feladatom itt, de megpróbálok minél hasznosabb tagja lenni a csapatnak. A lefordulásaimmal, a jó védekezésemmel, gólpasszokkal, meg hogyha ott vagyok helyzetben, akkor be kell lőjem. Úgyhogy ennek örülök, hogy a helyzetemet belőttem, és ezt szeretném a továbbiakban is teljesíteni. Érdekes hullámzása volt ennek a mérkőzésnek, hiszen volt periódus, amikor vezettek a montenegróiak, aztán jött egy 6-0 ide, és abban Fogel Somának óriási szerepe volt, Soma ma nagyon jól védett. Igen, ugye elmentünk 9-4-re, és ott valami történt, kicsit megálltunk, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nagyon örülök neki, hogy a Soma ott azért kihúzott minket a bajból, mert nem volt jó a védekezésünk, se a blokkok se voltak a helyén, támadásban se voltunk élesek, úgyhogy örülök, hogy ott ugye zsinórban kaptunk 3 vagy 4 gólt, és még ezek mellett még nagy zicsereket hagyott ki Montenegró, meg Soma bravúrosokat védett, úgyhogy van mit köszönni neki, úgyhogy, de még egyszer mondom, a legfontosabb az, hogy a következő napokban az egyik magunkat és a védekezés minden inkább helyre tenni, mert az a legfontosabb. Úgy gondolom, hogy azzal lehet valamit nyerni, hogy jó védekezünk. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz az első meccs, az mindig nagyon nehéz, de örülök, hogy kontrollálni tudtuk az elejét leszámítva, és nyertünk. Úgyhogy most már abszolút azon leszünk, hogy egyre jobb formában lendüljünk, és a következő, most már a csoport elsőség a cél, és utána a következő héten ugye a negyed döntők, illetve a döntők. A legnehezebb mérkőzéssel kezdtetek ebben a csoportban, jó volt, hogy így kezdeni, aztán majd jön két könnyedebb, és már tulajdonképpen, ha az erőviszonyokat nézzük, akkor készülettek a negyed döntőre. Az, hogy jó volt, az ugye majd kiderül. Abból a szempontból jó volt, hogy most lesz körülbelül egy hetünk felkészülni a következő négy mérkőzésünkre, és ezt a maradék két csoportmérkőzés kicsit ilyen felkészülésként kell majd felfogni a jövőre nézve. Igen, hát nem mondanám, hogy könnyű feladat, mert most lesz két papíron könnyebb mérkőzésünk. Megpróbáljuk ezt a két meccset arra felhasználni, hogy minél inkább élesek legyünk, összeszokjuk egymást, helyén legyenek a passzok, a blokkok,
úgyhogy nem lesz könnyű feladat, hogy lesz most viszonylag egy hosszabb szünet a negyedöntőig, de hát azért profi játékosok alkotják ezt a csapatot, ugye azért az a mi csapatunkban van rutin rajtam kívül, úgyhogy szerintem ezt meg fogjuk oldani. Nem tudom még előre megmondani, de nyilván az jó, hogy lesz egy pihenőnap a közepén. Az már más kérdés, hogy ugye pont egy két könnyebb meccsből érkezünk ugye a negyed döntőkre, ami akár probléma is lehet, de reméljük, hogy inkább az a pihenő, illetve most fizikálisan tudunk azért majd egy kicsit készülni a negyed döntőkre és az elődöntőkre. Ilyen sok magyar néző előtt, szurkol előtt játszani. Hát fantasztikus. Nagyon jó érzés, tényleg, amit adnak a szurkolók, hidegrázott. Amikor bemutatásnál kijöttem és megálltam, hogy teltházon, egy kicsit én is nagyon-nagyon, hát egy kicsit féltem őszintén, de ez, amint beugrottam a vízbe, ez az elmúlt, úgyhogy örülöknek, hogy ez a kezdetleges druk, ez megtörtént és most már nincsen. Lenyűgöző volt tényleg, akkor beléptünk ide az úszodába, hogy a feledbe melegítünk. Amikor ide beléptünk, akkor egy ilyen kicsit ilyen sok hatás, de jó értelemben, hogy mennyire itt vannak és milyen hangulatot teremtettek nekünk. És nyilván a szurkolóknak a kezdés benne volt ebben a mai győzelemben, hogy hangja inkább.